Yo. Szívből gratulálok a 17-9-es győzelemhez. Gondolom ezt vártátok, ugyanakkor jót tett a meccsnek az a mi szempontunkból, hogy jól elhúztunk. Igen, mindenféleképpen jól kezdtük az első két negyedet, éreztem igazán meggyőzőnek. Utána talán, mintha egy picit visszavettünk volna ugye a ritmusból, de talán ez normális is, hiszen volt talán 10-2-10-3 is. Összességében azt láttam ezenek a mérkőzésnek fontos részének, hogy tudtunk olyan játékelemeket gyakorolni, ami szerintem ahhoz kellett, hogy tovább tudjunk lépni a saját játékunkban. Hiszen ugye most kezdődnek a középszakasz mérkőzések, illetve most jönnek ugye a BL-ben ugye a visszavágó mérkőzések, úgyhogy fontos mérkőzés sorozat előtt állunk. Ugye ezért fontos minden lépés, minden hivatalos mérkőzés, ahol akár esetleg nem is olyan nagyon nagy nyomás alatt, de mégis tudunk gyakorolni. Amikor hallottuk, hogy szegények igazából csak ma indultak útnak, akkor azért gondoltuk mi is, hogy nem feltétlenül is az a életük mérkőzése ma. Ettől függetlenül mi próbáltuk azt csinálni, sőt, fogalmazottuk így is, hogy azt csináltuk, amit a Zsolt kért tőlünk, és egy repülő rajta tulajdonképpen eldöntöttük a mérkőzést. Utána voltak taktikai elemeket, amiket gyakorolni akartunk, és hát ezen kívül azért megpróbáltuk évezni is a játékot. Bár a Zvezda nem tartozik úgymond az elit csapatok közé a csoportban, mit tudtatok ellenük kifejezetten gyakorolni, ugye majd jönnek majd a rangadók, például az Eger, a Rekko vagy a Barcelonata? Bizonyos, leginkább a támadásunkban voltak olyan pontok, amit egy picit újra kellett értékelni az elmúlt időszakban, és azokat próbáltuk meg éles helyzetben. Azt gondolom, hogy jobban is nézett ki a pozicionális támadásunk. Nyilván gyakoroljuk ugye a mozgásos játékot is, tehát ez két teljesen különböző dolog, de ma azt gondolom, hogy inkább a koncentráció hangsúly ezen a pozicionális támadáson volt. Ezeket, amiket gyakoroltatok, gondolom majd az Eger és a Barcelona, te vagy éppen ugye majd a Rekko ellen tudjátok kamatoztatni, remélhetőleg. Pontosan így van, nekünk se ez a mérkőzés volt az, amire kihegyeztük a csúcsformánkat, hanem inkább ezt is beáldoztuk a fizikai felkészülés oltárán, ha ilyen szépen lehet fogalmazni. Illetve arra, hogy bizonyos stratégiai formációkat ezért gyakoroljunk, másrészt éles szituációt megnézzük, hogy mennyire jobb működnek jól.